Ugye a múltkori videóban említettem, hogy átéltünk egy nagy vihart július 9-én. Aki lemaradt volna, újra elmondom, hogy kb. mandarin nagyságú jegek estek, és hál' Isten csak a Skodánk bánta. Tudik-e, hogy én azóta egyre többet figyelem a radarképet egy-egy közeledő vihar miatt, és én eddig nem is tulajdonítottam jelentést a radarképen felbukkanó szabályos kör formájú anomáliáknak. Sőt, a múltkor együtt néztük Nórival a radarképet, és megkérdezte tőlem, hogy az ott, az ott micsoda és mondtam neki, hogy biztos csak valami radarhiba, az utóbbi időben elég gyakran előfordul egy-egy ilyen. Mindezt akkor még így gondoltam, amíg pár napja nem futottam bele újra ezekbe a képekbe, és ma már nem biztos, hogy ha bárki megkérdezné tőlem, hogy mi az ott a radarképen, akkor ugyanazt válaszolnám mert hogy csak egy radarhiba. Na, de még mielőtt levonnánk a következtetéseinket, előtte szerintem járjuk körbe a jelenséget, és pár lakossági beszámoló után én is megpróbálom körbe tapogatni ezt a radarhiba anomáliát, és megpróbálok racionális magyarázatot találni, már ha van ebben az esetben. A most következő beszámolót egy olvasó küldte el egy havilapnak, idézem. Ma hajnalban furcsa dologra lettünk figyelmesek, és úgy gondoltam, hogy ez érdekes lehet az önök számára is. Nos, a történet olyan fél négy körül a kutyusunk elkezdte kaparni az ajtót féltében eznál a természetes vihar előtt, vagy akkor, ha villámokat lát. Mi a Balaton déli részénél lakunk, és Horvátország felől tisztán lehetett látni a villámokat, de fura volt, hogy nem nagyon voltak felhők. Néztünk is egy radarképet, ahol, ahol ez a látvány fogadott. Egy másik olvasó szintén hajnali fél négykor Siófokról látta ugyanezt, viszont elmondása szerint akkor még nem volt látható ez a kör alakú anomália a radaron, viszont azt tudjuk, hogy a radar általában mindig késik a valós időhöz képest, és az olvasó számára csak az volt a furcsa, hogy hogy lehet az, hogy Siófokról látszanak a horvát határnál lesújtó villámok. A Siófok és a horvát határ közötti távolság légvonalban körülbelül annyi, mint Pest és Győr közötti távolság, vagyis olyan, mintha Pestről valaki szólna a Győrben élő haverjának, hogy látom nálatok pont most villámlott. Ami még érdekes, és csak remélni tudom, hogy csak véletlen egybeesés, de pont aznap, vagyis július 9-én délután 15 óra 20-kor történt az a vihar is, amelyből, és mint az ezen a képen is látszik a jobb felső sarokban, mi is kaptunk, és amely viharból a Skodán bánatára mandarin nagyságú jegek potyogtak. Minden egész jól látszik ezen a pillanatnyi radarképen, de ugyanolyan szépen látszik egy nagy furcsa kék kör is, ami szinte betakarja egész Nyugat-Magyarországot. És következzen július 10-e másnap. A radarkép szerint szintén egy nagy szabályos körülakú anomália jelent meg Szlovákia felett, miközben Magyarországon szintén egy hasonló is megjelent, csak mint az látszik, korán sem volt annyira erőteljes, hiszen a radarképe jól kivehető, hogy csak a körkerületén húzódik egy vékony világos kék sáv. Ezt a nagy Szlovákia feletti narancssárga kört valaki így látta Veszprémből, és az elmondása szerint a kör széle még mozgott is. Mindemellett nem ez volt az egyetlen ilyen anomália a radarképen, hisz szerencsére nem csak én vagyok az, aki nézegeti a radarképeket, és mint az ebből a montásból is jól látszik, nem egy egyedi és korán sem ritka dologról beszélünk. Továbbá egy 2015-ös dokumentumfilmben, amit az egyik talán legismertebb ismeretterjesztő csatorna, a Discovery készített, ha bárkit érdekel a leírásba, beszúrok egy linket. Szóval ebben a pár perces kis részben olyan műholdfelvételeket mutatnak be, amelyeken szintén hasonló körök láthatóak. Ezt a részt nem vághatom be, ezért csak nagyjából megpróbálom összefoglalni a benne elhangzottakat. 2010-ben ausztrál meteorológusok furcsa köröket látnak a műholdas felvételeken. Több meteorológus is nyilatkozik a kisfilmben, és azt mondják, hogy nincs rá magyarázatuk, de azt mindenképp kijelentik, hogy nem természetes jelenség látható a felvételeken. Először azt hitték, hogy csak valami probléma támadt a rendszerben, ugyanis a radarképek adatai több állomáson is keresztül folynak, és erőfordulhatnak rendszerhibák, de ezt azzal cáfolták ebben a részben, hogy a körök megjelenése előtt Ausztráliát nagy száradás jötörte, viszont a korongok megjelenése után pár nappal annyi eső eset két nap alatt, mint amennyi egy hónap alatt szokott, és a viharokhoz hatalmas 10 cm átmérőjű jegek is társultak. Úgy zárja a narrátor a kisfilmet, hogy idézem, a jelenségre a mai napig nem találtak magyarázatot a meteorológusok. És még mielőtt elkezdeném a lehetséges megoldásokat, fontos, hogy egy dolgot tisztázzunk magunkban az időjárás manipuláló rendszerekkel kapcsolatban. Az amerikai hadsereg már 1976-ban próbálkozott egy olyan időjárás manipuláló rendszer alkalmazásával, amellyel meghosszabbíthatják Vietnámban a monszun idényt. Azért volt szükség a monszun idény meghosszabbítására, hogy a vietnámi katonák a heves esőzések miatt nehezebben közlekedjenek a szállítmányt szállító teherautók elsüllyedjenek a nagy sárban. Mindemellett megnőtt a földcsúszamlás esélye, ezért az ellenség képtelen volt kevésbé ismert útvonalon közlekedni. Az eljárás során repülőgépekről szóltak ezüstcsoridot a felhőkre, és ezzel növelték az ellenség területén a csapadék képződést. Hiba lenne azt gondolni, hogy 1976 óta nem sikerült valami új, teljesen más módszert kifejleszteniük a nagyhatalmaknak, mert az tény, hogy zajlanak titkos kísérletek az időjárás változással kapcsolatban, viszont ezek szigorúan titkosak. Amit még ezen kívül biztosra tudunk, hogy Magyarországon 1991-től védekezünk a jégeső ellen, és több mint 140 ilyen és ez hasonló generátor működik az országban. A működése nagyon egyszerű, a generátor ezüstsorított pár el, amely a felhőkbe érve a nagy helyett kisebb jégcsepeket hoz létre. Magyarul tehát ez a berendezés is jeget készít, csak sokkal kisebb szeműeket, de így legalább megakadályozza, hogy diónagyságú jegek hújanak és kárt tegyenek a gazdaságban és az emberek értékeiben. Egy kis érdekesség, hogy a Pekingi olimpia nyitó ünnepségére is esőt jósoltak, amit a szervezők nem engedhettek meg maguknak, ezért a közeledő esőfelhőt egy rakétával lőtték meg, a folyamat szinte ugyanaz, csak a rakéta volt a mozgó így a közeledő esőfelhőt hamarabb esőre késztették, így elérték, hogy a Pekingi olimpia nyitó ünnepsége száraz időben történjen. És most térünk vissza a radarképen látható körökre és azok lehetséges megoldásaira. Mint mondtam, több nagy hatalom hadseregek is életezik időjárás befolyásoló rendszerekkel, és mindezt olyan nagy titokban, hogy erről nem tudok bővebb információval szolgálni, Viszont van egy technológia, amit szerintem már sokan ismernek, ez pedig a HARP rendszer. Sokan úgy gondolják, hogy a főként amerikai hadsereg kezében lévő HARP a felelős például az alábbi radarhibákért. Ezen elmélet szerint ezzel a rendszerrel befolyásolják a földi időjárást, legalábbis kísérleteznek vele, persze a mi A tudományos állásfoglás azonban az, hogy ez a bizonyos HARP rendszer csupán az ionoszféra működését tanulmányozza. Azért, hogy a tudósok még pontosabb és hibátlan rendszert tudjanak kifejleszteni a légierőnek és a tengerészetnek. Hisz köztudott, hogy a geomágneses viharokban a helyzet meghatározó rendszerek nem működnek olyan pontosan, ezért a tudósok a harp keresztül csak a tudást és a tapasztalatot szívják magukba, annak érdekében, hogy a lehető legkiválóbb rendszert tudják összerakni. Mivel a rádió rádióhullámokat bocsát ki, ezért a tudósok kizárják annak lehetőségét, hogy ezzel a rendszerrel bármilyen időjárás változás előidézhető, és hiába tudunk beleavatkozni a csapadék intenzitás növelésébe, ennek ellenére még mindig képtelenek vagyunk csak egyszerű rádióhullámokkal felhőket irányítani és pusztító viharokat előidézni. A radarképen megjelenő körökre talán a legészszerűbb válasz a radarhiba, amelyről már több meteorológiai szaklap jelenített meg cikket, megpróbálom egészen egyszerűen elmagyarázni a radar hiba lényegét. A radarok nagyon pontos és, és, egyben nagyon érzékeny berendezések, hisz ha nem lennének ennyire érzékenyek, akkor nem tudnának ennyire pontos képet adni egy, -egy közeledő viharfelhőről. Emiatt az érzékenység miatt előfordul, hogy olyan zavaró rádiósugárzást is befog a radar egysége, amelyet még szoftveresen nem tudnak kiszűrni, és amely a képen látható narancssárga kör anomáliát eredményezi. Magyarul a radarok néha olyan rádiójeleket fognak be, amelyet a szűrőrendszerük még nem ismer, Ezáltal nem tud kezelni. Ezért egy pár másodpercre a radar összezavarodik, és így eredményezi ezt a képet. Az országos meteorológiai szolgálat közleménye szerint, ha egy ilyen jelenség feltűnik a radaron, akkor azt az egyik munkatársuk azonnal jelzi a központnak, ahol azonnal orvosolják a hibát és elhárítják a jelenséget. Az előbb elmondottakat támasztja alá, hogy minden esetben, ha ilyen hibát fedezünk fel a radaron, akkor azt mindig egy szabályos körnek látjuk. Itt például látszik a radarok hatótávolsága. Itt ebben az esetben ez a világosabb rész, amely mindig egy szabályos körön belülre esik. Minden országnak megvan a saját radarrendszere, amelyel dolgozik, és ahhoz, hogy egy teljes országot figyelemmel tartsanak, ahhoz elég csak mondjuk négy radarképet bekérni, és pont ez látszik mondjuk itt is. A sötétebb részt már azért nem látjuk, mert az Magyarország szempontjából ennél a térképnél már nem fontos, viszont szerintem ez jól szemlélteti a radarok működését és azok hatótávolságát. Szóval az az állítás, mi szerint ezek a kör alakú hibák csak a radarok pillanatnyi megzavarodásától vannak, amit még a szűrőrendszer egyszerűen nem tud kiküszöbölni, az az imént látottak alapján teljesen racionális és elfogadható magyarázat, legalábbis szerintem. De azért ennek ellenére, mint egy a világbiztonságáért aggódó polgár, felkerestem az időképet, akik a következő válaszsal szolgáltak. Ilyen kör alakú felvillanások akkor jelennek meg, amikor a radar egy pillantra felvesz valami közeli zajt, például egy wifi jelét. Vagy egy csapadékmező pontosan a radar fölé ér, ami szintén okozhat egy pillanatra kör alakú felvillanást az intenzív csapadékhullás miatt. Tisztában vagyok vele, hogy első halásra ez eléggé elképzelhetetlennek tűnik, hogy egy olyan több tíz éves technológia, mint például a Wi-Fi, ami még az egyik szobából a másikba sem képes a továbbítására, hogyan is lenne képes egy, egy radart megzavarni? Hát sehogy, mert ebben az esetben nem a gyenge Wi-Fi elmegy a radarhoz, hanem a radar jön a wi és ahogy láttam, ezt elég sokan összekeverik. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, mert azt veszem észre, hogy hiába kapjuk meg a magyarázatot egy-egy összeesküvés elméletre, vannak, akik ezek után sem hiszik el, mert az nem illik bele a világról alkotott képükbe, amit ezekkel az összeesküvés emeletekkel próbálnak saját maguknak bizonyítani. És ezzel most nem azt mondtam, hogy nyeljünk be mindent, mert igenis nyitott szemmel kell járnunk, és nem szabad engednünk, hogy bármilyen tart lenyomjanak a torgunkon, de ha valamire kapunk logikus és észszerű magyarázatot, akkor azt illik elfogadni, de ha nem, akkor pont az ellenkezőjét érjük el vele. Még néhány mondata még videó elején említett ismeretterjesztő kisfilmről. Nos, ezek a kisfilmek tény is való, hogy igazáltásokat tartalmaznak. Ezt nem tagadom, de ahogy is mondjam, eladhatóság szempontjából érdemesebb a mondatokat úgy megfogalmazni, hogy egyrészt ne hazudjunk, mert azért egy tudományos csatornáról beszélünk, másrészt pedig nem muszáj mindig befejezni a mondatok második felét, mert úgy nem tudnánk eladni egy amúgy, egy amúgy megmagyarázható rejtét, az évtized rejtéjének. Mondom, hogy mire gondolok, például ebben a kisfilmben azt mondták, hogy, hogy a körök megjelenése előtt hatalmas nagy szárasságok voltak az országban, de a körök megjelenése után hatalmas nagy viharok keletkeztek. Nos, ez egyértelmű és egyszerű biológia, hogy a szárasságot mindig minden esetben nagy esőzések követik. És tény is való, mint ahogy az a kisfilmben is elhangzott, hogy a meteorológusok a mai napig nem tudnak válaszokkal szolgálni a rejtélyes körökre de azért, mert a metalógusok nem látnak be a technika mögé. Az ő dolguk a radarképek elemzése, nem pedig a radarok működtetése. Szóval ebben az esetben szerintem érdemesebb lett volna egy mérnököt vagy egy programozót is megszólítani a kis filmben És ami ezt a felhőt illeti, ezen a képen biztosra veszem, hogy nem azt a felhőt látjuk, ami, ami elméletben a radaron is megjelenik, és ami beborítja majdnem Szlovákia felét. Hisz ha azt látnánk, és a hibás radarkép okozóját, akkor a kör nagysága miatt nem is látnánk, hogy egy körformáról van szó. Mert ez a felhő sokkal kisebb ahhoz, hogy összefüggésbe hozzuk azt egy hibás félszlovákiát beborító radarképpel. És még egyszer hangsúlyozom, szerintem fontos, hogy nyitott szemmel járjunk, és ne legyünk naivak, mert képzeljük csak el, hogyha bármilyen egészen durva összeesküvés zajlana a háttérben, ami amúgy biztos, hogy zajlik. Viszont az is biztos, hogy ezeket nem kötnék az órunkra olyan radarképeken, amelyeket bárki bármikor megnézhet. Szerintem erre sokkal jobb és az emberek által jobban elfogadott, burkolta a módszerek vannak. Szóval ez is személyes véleményem. És köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a szavaimat. Sziasztok!